Kötélhúzás is szerepelt a repertoárban, a Paksi Napsugár óvoda, Ötvös utcai tagóvoda három csoportja látogatott ki a Cseresznyéskert erdei iskolába. Az intézmény a gyermeknap alkalmából egész héten különböző programokat szervezett. Készültünk a gyereknapra. Mi volt a kedvenced? Volt a zsoviba egy kutya és saj. Jó volt ez a séta, hogy domozokat gyűjtöttem meg. Meg jó volt pályom meg. Nem én voltam a pány nélkül. Az óvodások Cseresznyésben megvizsgálták az erdőben található élőlényeket és bogarak után is kutattak. A kirándulás célja az volt, hogy a gyerekek felfedezzék és megismerjék a közvetlen és tágabb környezetüket. A program részeként a Madártani Egyesület Szekszárdi helyi csoportjának képviselői tartottak bemutatót. Mi kell a madaraknak ahhoz, hogy repülni tudjanak? Szár! Hát, azaz! Hát a láb sem árt, hogy egyszer el tudjanak rugaszkodni. Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítását már óvodáskorban. Minden évszakban megvalósítjuk, hogy a gyerekekkel kijövünk ide az erdei iskolához, ahol különböző tevékenységeket tervezünk, hogy a tapasztalatszerzés által a környezethez még jobban pozitív élménnyel viszonyuljanak a gyermekek. A jó az